Idén harmadik alkalommal szervezi meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat az Értékes Barangolás című vetélkedőt. Már az első alkalommal kiemelkedően eredményesek voltak a szabolcsi diákok, ezért tavaly, bár országos verseny nem volt, megyénk megrendezte a vetélkedőt. Idén ismét országosan pályázhatnak az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság jóvoltából az általános és középiskolások 19 éves korig. Azért ezt a korosztályt célozza meg, mert azt hiszem, hogy a gyerekek a legfogékonyabbak arra az értékmentő munkára, amely azt hiszem, hogy mind a Hungarikum mozgalmat, mind pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottságnak a munkáját és az értéktárnak a munkáját jelzi. És el kell plántálnunk bennük azt az érzést és azt a tudást, amely szükséges ahhoz, hogy valóban olyan emberfőkké, olyan kiművelt emberfőkké váljanak, akik tisztában vannak az őket körülvevő értékekkel, tisztában vannak a hagyományainkkal, tisztában vannak azokkal a nagy emberi tettekkel, amelyekre büszkék lehetünk, tehát valóban a múltból építkezve tudnak jövőt építeni. Ezt a célt szolgálja a vetélkedő is, amelynek témája a magyar kultúra értékei, különös tekintettel a hungarikumokra, a fő hangsúlyt pedig azon belül is a megyei értékekre helyezik. Most is országos döntővel fog végződni. Általános és középiskolás csapatok jelentkezését várjuk október 31-ig. Egy internetes forduló lesz, utána pedig középdöntők és egy megyei döntő, amiután jönnek majd az országos döntők. Bízunk benne, hogy azt a lelkesedést, amelyet tapasztaltunk korábbiakban, most is meg fogjuk látni, mind a csapatok jelentkezésének a létszámában, mind pedig a felkészültségünkben, én ebben biztos vagyok. A döntőn résztvevő csapatok és felkészítő tanáraik értékes tárgyjutalomban részesülnek. A 4 fős csapatok október 31-ig jelentkezhetnek a vetélkedőre.